Az ismerkedési délután több éve bevett hagyomány már a sátoraljóhelyi magyar-szlovák két tanítási nyelvű általános iskolában. Az esemény egy rendezvénysorozat kezdete, ami végig kíséri a tanévet azok számára, akik érdeklődnek az első osztályba lépés iránt a szlovák iskolában. Úgy látjuk, hogy a gyermeknek és a szülőnek is jó, hogyha a majdani beiratkozás előtt tisztában van az iskola profiljával, a módszerekkel, amelyet alkalmazunk a tanítási órák során, illetve azon különlegességet, amit nyújt ebben a városban ez az intézmény. Tanár úr azt mondta, fogd meg az orrot, hegyét! Célunk még ezzel az, hogy az itt szerzett tapasztalatokat a szülők felhasználhassák abban, hogy minél könnyebben tudjanak jó iskolát választani a gyermekük számára. És mi tanárok pedig reménykedünk abban, hogy többször is találkozunk ezekkel több alkalommal, úgy a szülőkkel, mint a gyermekekkel. A délután folyamán azonban nem csak az óvodásoknak szolgált programokkal az intézmény. A játékos foglalkozás mellett a szülőket invitáljuk egy prezentációra, amit a helyi technika segítségével interaktív falitáblára készítettünk a szülőknek, és lehetőséget kínálunk a szülőknek a prezentációt követően kérdések feltételére, tehát érdeklődjenek, tegyék fel a kérdéseiket, és talán így jobban ismerkednek meg az intézményünkkel. Ez már egyébként egy bevett szokás az intézményünkben. Sok éve ezt az ismerkedési délután sorozatot úgy látjuk, hogy hasznosnak találták a szülők, és a mostan már hozzánk járó tanulók visszacsatolásaként úgy gondoljuk, hogy fontos. A következő ismerkedési délutánt decemberre, karácsony tájékára tervezi az iskola. Mindig egyfajta foglalkozással, úgymond szezonálisan kapcsoljuk össze ezeket a óvodaváró programokat, és karácsonykor pedig 19-én délután várjuk a gyerekeket egy hétfői napon, hogy a játszóház keretében újra ismertetésre kerüljön az iskola.